Magyar tehetséggondozás német koncepcióval. Így szól a tavaly alakult hazai futballreménységeket nevelő klub az UDS-e jelmondata. A Borussia Dortmund partner egyesületének képzését az a Theo Schneider felügyeli, aki korábban 20 évig a sárga feketék alkalmazásában állt. És mások mellett olyan klasszis játékost is felfedezett, mint a 2014-es VB döntő hőse Mario Götze. De hogyan került egy ilyen szaktekintély Óbudára? A Ferencváros szereplését nagyon régóta nyomon követem, és amikor a Thomas Doll volt a vezetőedző, és Theo Schneider volt az utánpótlás irányítója, akkor is nagy érdeklődéssel figyeltem őket, és amikor ez az ötlet jött, akkor gondoltam, hogy érdemes vele fölvenni a kapcsolatot, ez történt. Az első megbeszélések inkább arról szóltak, hogy miért nem lehet ezt megcsinálni Magyarországon, de aztán egyre inkább hittünk mind a ketten ebben, és utána elkezdtünk közösen dolgozni, úgyhogy így jutottunk el a mai napig. Ez egy nagyon érdekes projekt. Mindig is szerettem a gyerekekkel foglalkozni, főleg a 10-14 évesekkel, mert ebben az időszakban fejlődnek a legtöbbet, ekkor tanulnak meg futballozni. Éppen ezért nekünk, edzőknek is kihívás, hogy a lehető leghatékonyabban adjuk nekik át az ismereteinket. Szerencsére az UDS-ben a Borussia Dortmund, valamint a Német Labdarúgó Szövetség támogatására is számíthatunk. Így nem is lehet más a célunk, mint hogy ehhez mérten a lehető legjobb képzést kapják a nálunk játszó gyerekek. Igen ám, de miért éppen a nemrégiben alakult Óbudai Egyesülettel írt alá együttműködési megállapodást a világ egyik legismertebb klubja? Természetesen mindannyian nagyon büszkék vagyunk arra, hogy egy olyan klub kereste velünk az együttműködés lehetőségét, mint a Dortmund, amelyet mindenki ismer a világon, és amely Németország egyik legerősebb utánpótlását vonultatja fel. Nyilvánvalóan azért is jöhetett létre az egyesség, mert összesen 20 évet dolgoztam Dortmundban, 7-et játékosként, 13-at pedig utánpótlás edzőként. Úgyhogy jól ismernek az ottani vezetők, pontosan tudják, mire számíthatnak. Ezen felül ők is remélik, a magyar fiatalok között lesz olyan, aki kiérdemli, hogy a klub utánpótlásába vagy idővel akár a felnőttekhez az első csapatba bekerüljön. Hosszú távon egyértelműen ez a célunk. Azt persze majd csak évek múlva fogjuk látni, mi sújt ki valójában ebből a küldetésből. Noha új egyesületként mindig nehéz érvényesülni, az UDS-e nem csak ígér, hanem tettekkel is próbál előrelépni. Amikor elindultunk, akkor azt ígértük a gyermekeknek, hogy többször kikerülhetnek Dortmundba, és a Borussia Dortmunddal való együttműködésünk pontosan azt a célt szolgálja, hogy ezt tettekkel is bizonyítsuk, és voltunk is októberben, az összes gyerek kim volt Dortmundban, megmérkőztek a korosztályos dortmundi csapatokkal, megnéztünk egy Bundesliga meccset is, visszavittük utána idén februárban a legtehetségesebb 6 játékosukat egy újabb hétre, amikor együtt edzettek a korosztályos csapatokkal, tehát azzal tudjuk szerintem meggyőzni őket, és azok a tettek, hogy valóban ezt az együttműködést, ezt a mindennapok szintjén megéljük, és ez így lesz továbbra is, úgyhogy akik esetleg Bundesliga pályafutást gondolnak maguknak, és kellően tehetségesek, mire oda kerülnek, hogy 16-17 évesen esetleg a Dortmund valamelyik korosztályos csapatába bekerülhetnek, addigra már nem egy teljesen új környezetbe kerülnek, és sokkal könnyebb lesz helytállniuk. Balogh Péter egyike azoknak a szerencséseknek, akik a Dortmund korosztályos csapataival edzhettek. A 13 éves fiú egy életre megtanulta, mit is jelent harcolni a pályán. Nagyon érdekes volt, heti 4 edzés volt, és teljesen más volt, mint itthon Magyarországon, mert számukra nem volt elveszett labda, sokkal jobban harcoltak, mint mi, és a testfelépítésük is magasabb volt, erősebbek voltak egy szóval, úgyhogy én itt nagynak számítok, és ott mégis én voltam az egyik legkisebb. Mondjuk egy átlag magyar csapatban sokkal lassabbak az edzések, sokkal több a megállás, sokkal több az olyan feladat, ahol állni kell, vagy nem kell annyit futni ott. Ott viszont rengeteg olyan feladat volt, ahol egyérintős passzok kellettek, és sokkal többet kellett futni. A mentalitásuk javításán mindenképpen dolgozniuk kell még a magyar tehetségeknek. Ez olyasmi, aminek automatizmussá kellene válnia. Németországban természetes, hogy a gyerekek az edzőmérkőzést is meg akarják nyerni, és a tréningeken szintén a legjobb tudások szerint szeretnének teljesíteni.
Nem arról van szó, hogy Magyarországon ne edzenének eleget a játékosok, mert ez nem igaz. Eleget készülnek, csak a tréningek intenzitása nem megfelelő. Ebben azt gondolom, van még hová fejlődni. De az edzők szerepe is kulcsfontosságú, és őszintén szólva ebben a tekintetben is látok gondokat. Túl kevés a képzett, speciálisan az utánpótlásra szakosodott edző. Ez olyankor érződik leginkább, amikor a fiatal egy-egy hibát többször is ugyanúgy elkövet, mert nincs senki körülötte, aki megállítaná a játékot és megmutatná neki, hogyan kell helyesen elvégezni a gyakorlatot. A gyerekek 10 és 16 év között tanulnak meg mindent. Ha ebben az időszakban rosszul rögzül a fejükben valami, vagy mondjuk csak 60%-on teljesítik az edzéseket, világos, hogy lemaradnak azokhoz a kortársaikhoz képest, akik az összes foglalkozáson a maximumot nyújtják. De ezek azok a hibák, amiket az UDS-ében igyekszünk kiküszöbölni. Izgalmas feladat, meglátjuk, hogy 3-4 év múlva segítségünkkel milyen szintre juthatnak el a gyerekeink. Uns gelingt, die Spieler entsprechend vorzubereiten.